Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival. A téma, amiről ma beszélgetni fogunk, az azért is találom nehezen a szavakat, mert senki számára nem könnyű. Találhatunk olyan kifejezéseket, amik eufemizálják magát a helyzetet, elmúlás, elköszönés, elválás, de amiről ma beszélgetni fogunk vendégemmel, Bíró Eszterrel, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, az nevezzük nevén a halál és a halállal kapcsolatos érzéseink, mind azoknak az oldaláról, akik ezen keresztül mennek betegként, és azok oldaláról, akik keresztül mennek ezen a helyzeten hozzátartozóként. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ma. Köszönöm, hogy itt lehetek. Örülök, hogy beszélünk erről. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy megkerülhetetlen jelentőségű téma. Tulajdonképpen az egész életünket valamennyire időről időre átszövi, sőt, rejtetten, szinte folyamatosan sokak szerint. Az elmúlt időszak hatása az pedig egyértelműen rányomta a bélyegét a halálhoz való viszonyunkra, hiszen egy járványhelyzet kapcsán szinte másról sem volt szó a médiában hosszú-hosszú hónapokon, szinte éven keresztül, mint ennek a lehetőségéről. A Hospice Alapítvány azt teszi lehetővé, amennyire én kívülállóként, laikusként, kicsit utánaolvasó emberként tudok, hogy ez méltósággal tudjon megtörténni, hogy meglegyen a terepe annak, meglegyen a helyszíne annak és a megfelelő körülményei, hogy ezt emberi mi voltunkhoz mérten tudjuk megtenni, ezt az elköszönést. Miben tud segíteni egy ilyen alapítvány? Hát Magyar Hospice Alapítvány és Magyarországon is és a világon is más hospice szervezetek elsősorban daganatos betegeknek az utolsó heteit, hónapjait kísérik végig nagyon szakszerűen orvosi, ápolói, mindenféle egészségügyi szakemberi támogatással. Azért hangsúlyozom ezt, mert sokan azt hiszik, hogy a hospice valamilyen lelki szolgálat, holott ez egy elsősorban és alapvetően egy egészségügyi ellátás, ami a tünetek, testi-lelki tünetek is, de testi-lelki tünetek csökkentésére szolgál, arra szolgál, hogy ne maradjanak egyedül azok a betegek, ne maradjanak ellátatlanul, akik nem gyógyultak föl a rákbetegségükből, és maradtak tüneteik, mert továbbra is betegek, sőt a betegségük gyógyíthatatlan, és előbb-utóbb halálhoz vezet. És ebben az időszakban, azért mondtam, hogy hetek, hónapok, mert a világnak a tudatosabb helyein, ahol az emberek nem félnek annyira szembenézni, vagy Magyarországon is azoknál a családoknál, ahol nem félnek annyira szembenézni a tényekkel, a betegségnek a visszafordíthatatlanságával, vagy a halálnak a közelettével, ott nem extrém rövid ideig tart ez az ellátás, hanem hónapokon keresztül, hosszú időn keresztül, mondjuk fél éven, egy éven keresztül, és a beteg még akkor kerül be a hospice ellátórendszerbe, amikor még relatíve jó állapotban van, és tulajdonképpen ránézésre nem is mondanánk, hogy beteg. Magyarországon ez sajnos más, rövid időt töltenek hospice ellátásba a betegek, és nem csak azért töltenek rövid időt, mert mondjuk későn kerül a diagnosztizálásra a betegség, hanem akkor is, hogyha már évek óta beteg az illető, akkor is valahogy félnek a hospice ellátástól, mintha a hospice előidézné, és nem pedig emberivé tenni az élet utolsó időszakát és a halált. Pedig ez nem így van. Tehát nem gyorsítja a hospice a halál bekövetkeztét, nem is rövidíti meg az életet, nem is hosszabbítja meg, hanem kezeli a tüneteket, lelkileg is tulajdonképpen a tünetek orvosi egészségügyi kezelésével is a beteg és a család mellett áll, és ehhez az időszakhoz tartozó lelki, spirituális, filozófiai kérdéseknek a figyelembevételével és sok esetben megbeszélésével is segít a betegnek és a családtagjainak. Azt gondolnám, hogy azért későn kerülnek be Magyarországon, vagy bárhol, mert borzasztóan nehéz szembenézni ennek a visszafordíthatatlanságával. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor valaki egy ilyen intézménybe kerül, akkor, ha jól értelmezem, ott már annyira egyértelmű, hogy mi lesz ennek a végkimenetele,
ami egy visszafordíthatatlan szembenézést jelent. Még mielőtt erre válaszolok, ketté választanám, hogy vagy intézménybe kerül, tehát tényleg egy hospice osztályra, mint ahogy a Magyar Hospice Alapítványnak van ilyen osztálya, nem ez az egyetlen Budapesten, sem, és nem is az országban se egyetlen, vagy pedig otthonápolásba kerül, tehát marad az otthonában a beteg, és kimennek hozzá a szakemberek ellátni őt, és a családtag az, aki éjjel-nappal ott van, és nem orvosi és nem egészségügyi teendőket ellátja. Szóval igen, igaz, eléggé egyértelmű, ha egy a hospice ellátásba kerül a beteg, de nem itt van a fordulópont. Ez a tévedés, ahol ezen a tévedésen, vagy ezen a lelki torzításon, vagy ezen a hárításon múlik, mi is múlik rajta, az múlik rajta, hogy időben és elegendő és jó ellátást kap-e a beteg, és magára marad-e a hozzátartozó a gondokkal, vagy segítséget kap benne, ez múlik rajta. Mert a betegség egy bizonyos határon túl öntörvényű. Szembe kell néznünk az öntörvényűségével, az elháríthatatlanságával, hogyha ha időben kap észbe a család, időben kap észbe a beteg, és van az érintettek között jó és mély kommunikáció, akkor, hogy úgy mondjam, kimaxolhatják, amit a hospice nyújthat, elnézést kérek a kissé könnyed kifejezésére, ez a nehéz témához. Szóval, hogy a maximumot kaphatják meg a hospice-tól. Rögtön az első pillanattól, mikor lehet tudni, hogy majd szükség lesz rá, mostanság, vagy a jövő hónapban, vagy sok beteg már akkor tájékozódik, a sok az túlzás, szóval vannak, akik akkor tájékozódnak már, hogy mi van akkor, hogyha nem gyógyulnak meg, ott akkor milyen segítséget lehet kapni, amikor mondjuk a betegségük még bőven kezelés alatt van, és még bőven van reményük arra, hogy felgyógyulnak, de biztonságban akarják magukat tudni, hogyha mégse úgy lesz, akkor sem maradjanak, akkor mi van, akkor sem maradjanak segítség nélkül. Kicsit elkeveredtem, nem tudom, válaszoltam a kérdésed minden részére. Abszolút, és azon gondolkozom, miközben erre válaszoltál, hogy vajon szakemberként hol látott-e azt a pontot, vagy azokat a pontokat, amikor ezzel szükséges szembenézni, és hogyan lehet egyáltalán ezzel szembenézni. Elképzelem magam egy ilyen helyzetben, mint akár mint beteg, akár mint hozzátartozó, és tulajdonképpen a mai világ másról sem szól, mint arról, hogy te tehetsz a saját sorsodról, vedd a kezedbe az irányítást, nincs lehetetlen. Nem minthogyha ettől függetlenül az emberben nem lenne egy nagyon erős túlélési és gyógyulásvágyi ösztön, de ezek a körülmények pedig talán még inkább felerősítik azt, hogy borzalmasan nehéz lehet belenyugodni egy visszafordíthatatlan helyzetbe. Hogyan, milyen szakaszokban lehet azt tetten érni, hogy igen, itt bizony ezzel szembe kell nézni? Anélkül, hogy mondjuk ez feladás lenne, anélkül, hogy hát ez a gyógyulás. Igen, ezek a súlyos szavak, hogy feladás, meg fejben dől el, meg, szóval hogy ezek morális terhet tesznek azokra a kérdésekre, amelyek alapvetően nem morálisak. Szerintem nem alapvetően nem morális kérdés az, hogy elsősorban, vagy első körben nem morális kérdés, hogy valaki a betegségéhez, annak gyógyíthatóságához, vagy gyógyíthatatlanságához hogyan viszonyul. Nyilván lehetne másképp gondolni, én szakemberként is, magánemberként is azt gondolom, hogy kell, hogy legyen az embernek szabadsága arra, hogy mérlegelje azt. Nincs kötelessége meggyógyulni. Nyilván nincs kötelessége meghalni sem, hanem szerintem van szabadsága, hogy a történetének minden pontján azok között a határok között, amit a betegség megenged, döntsön. És lehetőség szerint ne egyedül kelljen a döntését egyrészt meghoznia, másrészt a döntése következményét elviselnie, minden következményét, jót is rosszat is, hanem lehetőség szerint a családjával együtt hozza meg a döntését, és a családjával együtt viselje azt az időszakot, ami azután jön, hogy már nem tud meggyógyulni, nem tudják meggyógyítani, és hogy legyen segítség, legyen külső segítség. Hát, hogy nem tudom, hogy lehet-e ezt szakaszolni, vagy nem tudom, vagy az első szakasz még akkor van, amikor mindenki egészséges a családban, vagy szerintem az a jó, hogyha akkor van, akkor jön szóba, és akkor beszélik meg mélységében a családtagok ezeket a témákat, amikor még mindenki egészséges. Mert olyan, mint hogyha olyankor, még olyan, mint hogyha egy teljesen elméleti dologról beszélgetnénk, amikor arról beszélgetünk, hogy ha te nagyon beteg lennél, akkor
Mik volnának azok a beavatkozások? Olyan beteg lennél, hogy talán meg se gyógyulhatsz, akkor mik volnának azok a beavatkozások, amiket elfogadnál? Mik volnának azok, amiket nem? Hogy inkább intézménybe mennél akkor, és ápoltatnád magad ismeretlen, de jó szándékos, jól képzett emberekkel, vagy inkább szeretnél otthon maradni, és inkább akarnád, hogy a családod körébe jöjjön a szaksegítség? Nem is tudom, hát lehetne még sorolni a kérdéseket, amiről még arról is lehetne beszélni, hogy lehetne beszélgetni ilyenkor, hogy temetés, meg ilyesmi, de szerintem ez kevésbé fontos, mert a meghalás egy rövid idő, az élet a meghalásig, onnantól fogva, hogy valaki nagyon beteg lesz, az hosszabb idő, és egyébként is azt hiszem az élőknek van elsőbsége. Van arról valamilyen, lehet arról tapasztalatot megosztani, hogy ki az, aki hamarabb, kendőzetlenebből szembesül, vagy beismeri azt, hogy itt egy visszafordíthatatlan helyzetről van szó, az érintett beteg, vagy inkább a családtagok? Nem biztos, hogy tudok erre válaszolni, mert ez nagyon, nagyon változó. Ebben a felismerésben szerintem sokat segít, ha már korábban volt erről szó. És korábban már megadták az engedélyt egymásnak ezáltal a családtagok, hogy ki lehessen mondani olyan dolgokat, ami a halállal vagy a betegség visszafordíthatatlanságával kapcsolatos. Tehát ha volt korábban erről beszélgetés, az, hát azt nem mondanám, hogy megkönnyíti, de kevésbé nehézé teszi, hogy akkor, amikor eljött az idő, akkor fel lehessen tenni mondjuk egy olyan kérdést, amit már korábban is megbeszéltünk, most már csak hát idézőjelbe kéne tenni nagyon ezt a csakot, akkor inkább a csakot lecserélem, hogy pusztán, és azt is idézőjelbe teszem, hogy pusztán, azt kéne megkérdezni, hogy még ez érvényes-e. Tehát mondjuk meg lehet valakitől kérdezni, akinél rákot diagnosztizálnak, de még nem volt meg minden kivizsgálás, hogy akarod-e, miben segítsünk téged? Akarod-e, hogy az összes elméletileg lehetséges vizsgálat megtörténjen, és minden beavatkozás megtörténjen, ami a gyógyulásodat szolgálja, és adható, vagy azt akarod, hogy azt igyekezzünk neked megszervezni, hogy azok a vizsgálatok történjenek meg, és azokat a kezeléseket kapjad meg, ami a komfortodat, a jó közérzetedet szolgálja. És ha ez erről már korábban volt szó, akkor ezt nem kell mélységében megbeszélni, hanem elég visszautalni arra, ami korábban meg volt beszélve. Nagyon fontos kérdés. Mondjuk ezt a családtag fölteheti a hozzátartozónak, aki mondjuk nincsen abban az állapotban, éppen beteg, és nem tudja önmagának szervezni az ellátását, és a hozzátartozónak a dolga, hogy megoldja, hogy milyen kórház, milyen ellátás, milyen segítségkérés legyen. Az imént, amikor elnézésedet kérem, a szavadba vágtam véletlenül, az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor mondják, szinte közhelyjel ér fel, hogy a gyász, az már tulajdonképpen az itt maradottakról szól. Na most, ha valakiknél egy családban megtörténik egy ilyen, diagnosztizálnak egy ilyen betegséget, szembesülnek egy ilyen helyzettel, akkor ott nyilván elkezdődik már előzetesen valamiféle gyász folyamat. Hogyan lehet egy hozzátartozónak kizárnia a saját érzéseit, hogyan lehet valóban azt a fajta szeretetet és segítő szándékot szem előtt tartani, ami a másiknak segít, és háttérbe szorítani azt, hogy én még szeretném, hogyha velem maradna, én nem tudok abba beletörődni, hogy ő föladja, és így tovább. Hát több ponton vitatkoznék, gyorsan felírom, hogy mely pontokon vitatkoznék magával a kérdés feltevéssel, hogy a gyász a hozzátartozóról szól, és mi volt a másik fele a kérdésednek, hogy a feladás, hogy gyakorlatilag megengedni a betegnek. Hogy hogyan lehet megengedni. Hogy ő feladja. Volt még valamely rész, amit hirtelen kiesett a fejemből, de segíts, hogyha eszedbe jut, akkor ismételd meg. Hogy azt akartam mondani egyrészt, hogy a gyász nem csak a hozzátartozóról szól, mert az is gyászol, aki tudja, hogy meg fog halni, és el kell bánnia mindazoktól az emberektől, és mindazoktól a dolgoktól, azoktól a tevékenységektől, attól a világtól, amiben élt. Tehát a gyász az nem csak a hozzátartozóról szól, egyáltalán nem, de igaz, vagy és igaz, hogy megkezdődik nem akkor, amikor meghal a beteg, hanem akkor, amikor, nem is amikor megtudjuk, hogy meg fog halni, hanem amikor sejtjük, hogy meg fog halni.
tudom, hogy mi volt az, amivel vitáznék, az érzések háttérbe szorítása eszembe jutott, hogy nem feladata a hozzátartozónak, egyáltalán nem feladata, hogy az érzéseit háttérbe szorítsa, hanem inkább azt gondolom, hogy az a feladata csak megnehezített körülmények között, mint ahogyan általában minden emberi kapcsolatban a feladata az embernek, hogy a saját érzéseit valahogy úgy vigye bele a kapcsolataiba, hogy a másik, hogy majd ne legyen támadó vagy megsemmisítő az a másik ember számára, ne legyen önző, hanem vegye figyelembe a másik embert is. Lényegében ez a, nem tudom, hát ez szabálynak nem szabály, most nem tudom, hogy hirtelen nem jut eszembe más szó, szóval mi nevezzük, nem, de tegyük idézőjelbe, hogy ez a szabály, ez nem változik meg attól, hogyha valaki nagyon beteg lesz, csak másképp érvényesül. Mert ha mondjuk azt gondoljuk, hogy vígan kell belépni a haldoklónak a szobájába, meg víg hangon kell vele telefonon beszélni, akkor azért érdemes lenne elképzelni a másik oldalt, aki mindjárt meghal, meg mindenféle kínzó tünete van, mert ha fájdalmat és egyéb ilyen aktív tüneteket lehet is kezelni, de az erejét és az autonómiáját, mozgásképességét nem lehet visszaadni a betegnek csak egy bizonyos határig. Tehát amit a hospice tud tenni, illetve egyéb bárhol máshol adott jó tüneti kezelés, az nem tudja az erőt és az autonómiát visszatenni a betegbe, mert továbbra is, ha inkontinens lett, akkor pelenkája van, vagy katétere van, nem tud fölkelni az ágyból, mert mondjuk azt sikerült elérni, hogy ha fekszik, akkor nincs fájdalma, de ha fölkelne, van fájdalma, nem tud egyedül enni. Tehát, hogy képzeljük el a beteget ebben az állapotában, a hozzátartozó akármilyen valamilyen lelki állapottal, ami lehet egyébként az ő személyiségétől és megküzdési módjától függően nagyon rossz lelki állapot is, és egy kiegyensúlyozott lelki állapot is. De hát mindenképpen bajban van. Ez akkor is, ha jól segítenek neki, ez akkor is igaz. Most képzeljük el, hogy valaki vígan bejön a szobába, és azt mondja, hogy jaj, annyira szépen süt a nap, vagy nem tudom, valami optimizmus sugároz, olyan fajta optimizmus, ami nem veszi figyelembe a betegnek az állapotát, ez nem jó. Én úgy sejteném, hogy ezért ez nem ritka. Hogy emberek egy jelentős része, beleértve egy ilyen helyzetbe, akár magamat is, nem voltam még, hála Istennek, ilyen szituációban, akkor megpróbál valahogy, igen, pont ezzel a szándékkal, hogy akkor egy kis pozitivitást viszek be, és talán... De be lehet vinni pozitivitást, csak nem ezt, mert ez nem hiteles, végtelenül nem hiteles. Illetve ha hiteles, akkor baj van, mert akkor körülbelül ennyit ér a betegnek az élete a szobába lépő számára, hogy őt nem érinti meg, hogy a másik ember meg fog halni, és jelenleg is szenved. Szóval, hogy nem hiteles, azért nincsenek ennyire hidegszívű hozzátartozók, ez egyáltalán nem jellemző. Meg ilyen hidegszívű egészségügyi személyzet sincsen, még a kiégettek se ilyen hidegszívűek, szóval ezt felejtsük is el. Szóval, hogy ez nem hiteles, ez az egyik baj vele. Másik oldalról meg az a baj vele, hogy így a beteg iszonyúan magára marad. Mert nincsen, aki reflektálna az ő szenvedésére, a félelmére, akármiére, bármi, ami van, arra nincsen reflexió. Mik azok a tipikusnak nevezhető hibák? Fogalmazhatunk talán így, bár ezt talán kicsit erősnek érzem, de mégsem találok hirtelen jobb szót rá, amivel nehezítjük a betegnek a kommunikációját. Tehát az ember... Azt gondolom, hogy mindig egy kicsit zavarban van egy ilyen helyzetben, ahogy belép mondjuk a kórterembe, hogy hogyan viselkedjen, mit mondjon. Hiszen, ahogy említetted is, a túlzott optimizmus valószínűleg az emberek nagy része számára önmaga előtt is hiteltelen, de mégis megpróbál valahogy viselkedni ebben a helyzetben. Feltételezem, az sem egy ideális út, hogyha folyamatosan a különböző tüneti fázisokról beszélget két ember. Tehát hogyan közelítse meg egy hozzátartozó a betegnek bármely szerette a látogatási szakaszokat? Talán az a legjobb, annyiféle ember van és annyiféle kapcsolat, tehát hogy általánosat nehéz mondani. Talán mondjuk azt az általánosságot lehet mondani, és az elég érvényes, hogyha nem tudjuk, hogy mi volna az, ami... Milyen állítás vagy, szóval mit tudnánk adni a betegnek, mit tudnánk mondani neki, vagy mit tudnánk csinálni érte, amitől ő jobban érezhetné magát, ha nem tudjuk bomba biztosan, de szinte még akkor is, ha tudni véljük. Azért mondom, hogy tudni véljük, mert nem biztos, hogy azt hiszük, de nem biztos, hogy célba találunk.
akkor a legjobb nem állítani valamit, vagy csinálni valamit, hanem megkérdezni, hogy mire van szükség, hogy vagy. Tehát, hogy most ezzel én tudom, hogy nem mondtam nagyot, de nehéz kicsire gondolni, amikor nagy események árnyékában vagyunk. És pont erről van szó, hogy gondoljunk kicsit, és természeteset, kérdezzük meg, hogy hogy van, mire van szüksége, és hallgassuk meg, amit válaszol, hallgassuk meg, halljuk meg, hogy mit beszél, és arra már lehet reflektálni. Amit beszél, persze benne van, minden benne van, nem csak a szavai vannak benne, hanem a hangsúlya is benne van. Hiszen azt, hogy jól vagyok, annyiféle hangsúlya lehet mondani, lehet olyan hangsúlyal mondani, hogy elhisszük, hogy jól van, és akkor lehet arra reflektálni, hogy jó a hangod, úgy hallom, hogy tényleg jól vagy, meg lehet reflektálni arra is, hogy ezt olyan fáradtan mondod, mi baj van. Tehát, hogyha megkérdeztük a beteget, akkor, és van türelmünk és erőnk meghallani, hogy mit válaszol, akkor már sinem vagyunk. Tehát, hogy nagy események vannak, akkor nagy dolgokat akarnánk csinálni, pedig kicsiket kell csinálni, de azt sokat. Én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy akármennyire nehéz érzelmileg, és hát elsősorban érzelmileg, de mint egészségügyi feladatoknak a sora úgysem feltétlenül könnyű, megoldható, de nem könnyű ez az időszak. Mégis az életnek valamilyen egészen természetes velejárójáról van szó. Ezzel nem bagatelizálni akarom, hogy mit él át az, aki a halála felé közeledik, meg nem akarom bagatelizálni, hogy mit él át, akinek egy szerette közeledik a halál felé, de mégis ez egy hétköznapi valami, és próbáljunk meg hétköznapi módon kérdezni, válaszolni, cselekedni, megkérdezni, mit tenne, hogyan kényelmesebb neki, mit hozzunk, mit vigyünk, beszélgessünk el, vagy csak üljünk itt, tegyük-e töltőre a telefonját, vagy egyszerű dolgok. És hát remélhetőleg ebbe az egyszerűségbe, ami tud nagyon hiteles lenni, hitelesebb, mint a nagy dolgok, remélhetőleg beleférnek őszinte beszélgetések. Az aktuális helyzetről, meg a kapcsolat történetéről, amit az utolsó időszakban nyilvánvalóan valahogyan le kell kerekíteni, tudatában kell annak lenni, hogy valamelyik beszélgetés majd az utolsó lesz. Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez, Csízi Ágival. Bíró Eszterrel beszélgetünk, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, a halálról, az elmúlásról, ennek megéléséről, és arról, hogy hogyan lehet ezt a lehető legszebben kezelni. Említetted, vagy beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy hogyan tudunk a legtermészetesebb módon viselkedni, már amennyire a helyzet megengedi egy ilyen szituációban hozzátartozóként. Mi az, amikről, hétköznapi dolgokról kérdezzük, beszélgessük a beteget. A kérdés, ami megfogalmazódott bennem, hogy mennyire mutathatjuk vajon ki a saját érzéseinket. Egy beteg számára mennyire megterhelő a véleményed szerint, vagy mennyire segítő, vagy mennyire befogadható a saját fájdalmunk az ő állapota, vagy az ő elvesztése kapcsán? Nehéz erre válaszolni, mert azt gondolom, hogy a veszteség mind a két, vagy akárhány félé, szóval vegyük úgy, hogy két fél, tehát aki gyászol meg, aki meghal. Most persze nyilván nem két ember vesz ebben részt, mert hiszen több hozzátartozó van, akinek fáj a betegnek a betegsége és a közeledő elvesztése. De most egyszerűség kedvére azt mondom, hogy mind a két félnek nyilvánvalóan megvan a maga fájdalma, amely nem különbözik egyébként olyan radikálisan egymástól, hiszen el kell búcsúzni, és az mind a két oldalon ugyanaz fáj, tehát el kell válni. Nem hiszem, hogy ezt el kellene rejteni, nem gondolom egyáltalán, mert hitelét veszti a kommunikáció. Szóval, hogy egy közös fájdalomban együtt lenni, az szerintem egy sokkal viselhetőbb vagy tűrhetőbb valami, mint hogyha az egyik a másikat, akár egyébként egészen méltányolható oknál fogva, például az érzelmi tűrőképességének a korlátozottságánál fogva, mondjuk nem tudja követni az érzelmeiben. De hát azért alapvetően mégiscsak az a cél, hogy
ilyen helyzetben, vagy más egyéb nehéz élethelyzetekben azok az emberek, akik egyébként egymáshoz közel állnak, kötődnek egymáshoz, ne hagyják egymást magukra. Hát ez az egésznek a célja, bármi más élethelyzetben is, csak hát nyilván egy ilyen élethelyzetben sokkal nehezebb megcsinálni. Tehát én nem gondolom, hogy el kell rejteni. Szerintem az viszont egy fontos dolog, hogy egy olyan tartást megőrizni, ami lehetővé teszi, hogy a másiknak ne kelljen aggódnia. Tehát, hogy maradjon az érzelemnek a kifejezése egy olyan határokon belül, hogy mondjuk a hozzátartozóé, hogy a haldoklóban ne keltsen olyan szorongást, hogy az ő szerette, az ő betegsége és a közeledő halála miatt össze fog omlani. Uh-huh. Tehát, hogy annyi tartást tényleg meg kell őrizni. Ez igaz. Tehát, hogy valamennyi sírás, valamennyi szomorúság, hogy ne férne bele, hát különben az ember elveszíti a hitelét, vagy nem tud megnyilvánulni a szeretet se, a kötődés se. De azért érdemes vigyázni arra, aki sérülékenyebb, és ebben a szituációban azért alapvetően a beteg a sérülékenyebb, szóval érdemes arra vigyázni, hogy ne keltsünk benne aggodalmat. Úgyis a halálfélelemnek, általában a betegek halálfélelmének két markáns összetevője van. Az egyik a szenvedés, testi szenvedéstől való félelem, a másik meg a családtagokért való aggodalom. Jól sejtem, hogy éppen emiatt ők maguk is visszafogják, vagy visszafojtják a saját érzéseiket, hogy ne keltsenek plusz aggodalmat, ne terheljék a saját érzéseikkel a saját hozzátartozóikat. Ez így van, és sokszor szóval olyan különös az élet, hogy nem mindig az evidenciák jönnek be, vagy sokszor nem az evidenciák. Tehát azt gondolja az ember, milyen jótékony az érzéseket visszafogni, mert akkor nem terheltük meg a másikat. De egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy az érzéseknek a kifejezése nyilván persze megfelelő határok között, nem érzelmi kirohanásokra, törés-zúzásra és ilyesmire gondolok. Bizonyos határok között az érzelmek kifejezése megkönnyíti a másiknak a kapcsolódást, az együttlevést, érzelmileg együttlevést. És a hozzátartozónak, aki a beteget gondozza, sokszor az a baja, hogy nagyon szeretne valamit tenni, és nincs támpontja, hogy mit lehetne. Ha a beteg mindent visszafog, hogy ne terhelje meg a hozzátartozót, akkor valójában korlátozza, vagy lehetetlenné teszi, hogy a hozzátartozó segítsen neki. Valami jót tegyen, örömet okozzon, vagy valami jó érzést, bármit, akár apróságot, vagy nagyobbat. Nem lehet tudni, hogy mik a kívánságai. Szóval, hogy téved, aki azt hiszi, hogy a hozzátartozó segíti a beteget, és ennyi. Mert ennek van egy másik oldala, hogy a beteg segítheti a hozzátartozót. Részben azzal, hogy rendezi a saját belső sorait, lelki állapotát, és hangot is ad annak, hogy ő rendben van, ha tényleg rendben van, és hogy a kívánságait kifejezi azért, hogy örüljön a hozzátartozó, hogy nem tehetetlen a helyzetben. Hát nyilván tehetetlen a hozzátartozó, mert a betegséget nem tudja elsöpörni. De hát mégse tehetetlen a hozzátartozó, hogyha tudja, hogy mi volna az, milyen beszélgetési téma, milyen tárgy, milyen étel, milyen akármi, milyen jelenlét, akármilyen csöndes jelenlét volna az, ami megnyugvással, örömmel, valamilyen jó érzéssel, vagy valamilyen rossz érzés megszüntetésével szolgálná a beteget. Lehet-e a betegekkel kapcsolatban tipikus, inkább úgy mondanám jellemző érzésekről, reakciókról beszámolni? Azt gondolnám, hogy persze minden ember más, de azért rengeteg dologban tipizálhatóak vagyunk, rengeteg dologban hasonlóképpen gondolkozunk. Mi az, ami mondjuk egy végstádiumú beteg kommunikációjában visszatérő vagy felelhető? Mik azok a pontok, kérdések, gondolatok, amiket talán mi magunk nem is tudunk, de te, mint szakember találkozol ezzel? Sok minden van. De nyilván nem is tudom, nem vagyok benne biztos, hogy tudok jól tipizálni, vagy jó felsorolást adni,
valószínűleg ki fognak maradni dolgok, de most szeretnék előre venni valamit azért, mert méltatlanul keveset beszéltünk eddig ennek az időszaknak a testi eseményeiről, és muszáj, mert mondom, hogy a hospice az, és így a Magyar Hospice Alapítvány is mindig és elengedhetetlennek tartja a testi tüneteknek, elsősorban a fájdalomnak a csökkentését, vagy megszüntetését. Azért mondom pont a fájdalmat, mert legkínzóbb tünet, és a legfontosabb, nem az egyetlen tünet, de a legfontosabb ennek a csillapítása. És a betegeknél egy nagyon fontos téma, nem biztos, hogy beszéd téma, de nagyon fontos lelki téma az, hogy nagyon sokszor, nagyon sokan nagyon erősen félnek nem a fájdalomtól, illetve hát attól is, de sokszor a fájdalomcsillapítóktól és a fájdalomcsillapítástól még inkább. Magyarországon is és a világban is a legkomolyabb gátja a hatékony fájdalomcsillapításnak a fájdalomcsillapítóktól való félelem. Nagyon komoly szakirodalma van ennek, nemzetközi szakirodalma van, és azért lesz, mindjárt mondok néhány okot a kérdésedre, azért nagyon komoly probléma ez, mert ezek általában ezek a félelmek rejtve maradnak, és ráadásul osztozik rajta az egészségügyi szakember, vagy vannak átfedések, az egészségügyi szakemberek félelmei, aggodalmai, a beteg félelmei, aggodalmai, téves elképzelései és a hozzátartozóinak ilyesféle téves elképzelései és félelmei, és egy kimondatlan együttműködés történik abban, hogy ráerősítenek egymás félelmére, és nagyon fontos erről beszélni itt is ebben a beszélgetésben, és mindig, hogy létezik hatékony fájdalomcsillapítás a betegek túlnyomó többsége számára megszüntethető, de legalábbis elviselhető szintre csökkenthető a fájdalom. Amiért félnek ettől? Félnek annyi mindentől. Félnek a rászokástól, tehát az addikciótól, ami egyfelől, hogyha a betegnek már rövid életkilátásai vannak, ez mindegy. Azon kívül egyrészt mindegy, de másrészt pedig, ha mégis meggyógyulna, akkor majd le fog jönni a fájdalomcsillapítóról, mert meg kell különböztetni, de összemossák a pszichés és a fizikai addikciót. A pszichés addikció ez egy nehéz ügy, őket nevezzük drogosoknak, akik valamilyen lelki problémákat, idézőjelben mondom, gyógyítanak a szerhasználattal. Ezt meg kell különböztetni attól az addikciótól, ami fizikai addikció, nem a lelkünket gyógyítjuk azzal a gyógyszerrel, hanem a fájdalmunkat csillapítjuk. És hogyha a fájdalom megszűnik, akkor nem egy csapásra, ha nagy adag volt a fájdalomcsillapító, nem egy csapásra, hanem fokozatosan, de napok vagy egy-két hét alatt le lehet tenni a fájdalomcsillapítót, megszűnik a testnek a hozzászokása, azért kell lassan abba hagyni, vagy fokozatosan abba hagyni, hogy a szervezet szépen tudjon adaptálódni az új helyzethez, és akkor megszűnt ez a probléma. Nem megszűnt, elő se állt. Tehát, hogy abba lehet hagyni a szedését, tehát hogyha mondjuk olyan fájdalomról, mondjuk egy mozgásszervi betegség, amit aztán megoperálnak, és megszűnik a fájdalom, akkor ez történik. Aztán félnek az öntudatvesztéstől. Csúnya nevük van az erős fájdalomcsillapítóknak, miszerint kábító fájdalomcsillapítók. A legtöbb esetben, hogyha időben kezdik el a fájdalomcsillapítást, és szépen fokozatosan, ahogyan a betegség előre halad, úgy emelik a dózist, akkor nem kábít, vagy csak az első időkben kábít, adagemelésnél kábít, és ébertudattal. A Magyar Hospice Alapítványnál rendre vannak olyan betegek, akik jó általános állapotúak, és a óriás adag fájdalomcsillapítók mellett kimennek a kertbe és kertészkednek. Mindig van olyan betegünk. Persze, és összemosódik az, hogy a beteg egészen fekvő beteg és aluszékonnyá válik, akkor, amikor nagy adag fájdalomcsillapítót kell kapnia, és úgy néz ki, mintha a fájdalomcsillapító tenné ezt vele, de legtöbb esetben nem ez van, hanem előre haladt a betegség, ami fájdalmat okoz, meg aluszékonyságot is, és megkapja a fájdalomcsillapítóját, továbbra is aluszékony. De nem azért, mert megkapta, hanem azért, mert előre haladt a betegség, és ilyen állapotba került. Lehetne még sorolni az okokat, de igazából nem lehet, nem ítélhetjük a hozzátartozóinkat fájdalomra, azért, mert mit tudom, van egy elméletünk, hogy még teszek hozzá két okot, azt hiszem, hogy nem tudom hányat, amennyi eszembe jut, szóval, hogy sokan azt hiszik, hogy a fájdalomcsillapítás akadálya a gyógyulásnak. Nem akadálya. Nem akadálya. Ha beteg gyógyulni kezdene, akkor majd nem kell a fájdalmát csillapítani. És sokan gondolják azt,
hogy valahogy a küzdőképességet befolyásolja a fájdalomcsillapító, tehát hogy mondjuk emiatt akadálya a gyógyulásnak. Ez se igaz, abszolút nem igaz. Semmi köze a kettőnek egymáshoz. Szóval, hogy nem kívánhatjuk a betegtől, hogy fájdalmat viseljen el. Sokszor a hozzátartozó is akadályozza a hatékony fájdalomcsillapítást, mert orvos felírja, a gyógyszer otthon van, és nem adja oda a betegnek. És még egy tévedés lehet ebben a dologban, hogy a krónikusan fönnálló fájdalomnak nem feltétlenül van olyan jele, amit egy laikus, aki ilyennel még nem találkozott, az felismerné. Mert ha hirtelen valaki megüti a sípcsontját, akkor felkiált. Oda kap, jajgat. Megégetjük a kezünket, hasonlóképpen történik. De ha ugyanez az intenzív fájdalom sokáig fennáll, már nem jajgatunk. Nem jajongunk, nem ugrálunk, nem jajgatunk, összeszorított foggal tűrünk. Nem látszik igazán. Nagyon minimális jelei vannak a krónikus fájdalomnak, és azt hinné az a másik ember, hogy hát nem jajgat, szépen fekszik itt, tehát akkor biztos nem is fáj. És akkor szokták mondani, hogy hát nincs fájdalma, csak akkor ordít, amikor pelenkázzuk. Amúgy nincs fájdalma. De hát mondjuk nyilván, ha csak akkor fáj, mikor pelenkázzuk, az is óriási nagy baj. Azt hiszem, hogy eltereltem a fájdalomcsillapítás irányába kicsit szándékosan, de a kérdésed arra vonatkozott, hogy milyen témák merülnek föl. Családtagokért való aggodalom merül fel. Mindenféle hétköznapi dolgok, hogy ott hagyta a beteg félbe-szerbe a dolgait, elintézetlenül, ilyen kicsi dolgok is szóba jönnek, számlák, óraállás, bediktálás, olyasmik, amiket ő maga szokott intézni. A tudatosabb betegek igyekeznek rendezni családi viszonyokat, anyagi viszonyokat, végrendelkeznek. Nem is tudom. Szóval, hogy ez viszonylag hétköznapiak szoktak lenni a témák, nem csak ilyen nagyok, amikor valaki visszatekint az életére, olyan is sokszor van, visszatekint az életére, és igyekszik összegezni, leginkább önmaga számára, és ha talál olyan pontokat, amik valami korrekcióra szorul, tudatosabbak, mondanak ezzel kapcsolatban hozzátartozóknak valamit, magyaráznak, mesélnek. Van még lehetőség ebben az időszakban, mondjuk, ha egy tényleg előre haladott és gyors lefolyású betegségről beszélünk, és egy-két hónapról, nem pedig annál hosszabb időről. Van lehetőség valóban elrendezni, vagy rendbe tenni dolgokat, kapcsolatokat? Szerintem igen. Nyilván, hogyha évek óta elmérgesedett, rémes családi viták vannak, és nem, tehát nyilván ezt nem, tehát azért nem kell túl optimistának lenni. De ha alapvetően karbantartott kapcsolatok voltak, értem az alatt, hogy tartották a kapcsolatot, beszélgettek egymással, nem voltak óriás titkok, hatalmas kimondatlan dolgok, hanem azok a konfliktusok, amik felmerülnek emberi kapcsolatokban mindig, szülő és gyerek között, testvér és testvér között, házastársak között, mindig vannak, keletkeznek feszültségek, jó esetben ezeket folyamatosan meg is oldják, és nem halmozódnak föl az évek során, akkor olyan nagyon sok dolog nem marad ezekre az időkre. Nem marad megoldhatatlan hatalmas nagy csomag. Tehát lehet szépen kimenni az életből, abban az értelemben szépen, hogy nem elképesztő nagy terhekkel, vagy azzal az érzéssel, hogy vissza kéne menni, és az egészet újra kéne csinálni. Persze ez nem a halál, valakinek a halálos ágyán dől el, hanem hamarabb kezdődik. Nem a halálra, hogy mondjam, nem, nyilván nem az van, hogy az ember készüljön már halálra 20 éves korától kezdődően. Viszont azt gondolom, hogy amit az ember 20 éves, vagy akárhány éves felnőtt korától, vagy kamaszkorától kezdődően változó tudatossággal remélhetőleg csinál az életében, hogy rendezi az ügyeit, meg tudatosan önmagára reflektálva éli az életét, kapcsolatokat hoz létre, kapcsolatokat megszakít, tanul, munkahelyet vált, lakást vásárol, nem tudom, gyereket nevel, szórakozik, stb. Ha ez reflektált, és a reflexióknak megfelelően az ember úgy éli az életét, hogy nem távolodik el nagyon attól, ami az ő élete, hanem irányban tartja magát, akkor olyan nagy baj nem lehet azzal se, hogyha be kell fejezni az életet, azon kívül, hogy nagyon szomorú dolog. De hogy nem, akkor nem kell nagy megbánásokkal szembenézni. Mitől fél, aki a nevezzük nevű halálnak a küszöbén van, vagy tudja, hogy ez tényleg az záros határidőn belül meg fog történni, és most leszámítom azt, hogy
az itt maradók, a számlák, az elintézetlen ügyek, a szeretteinknek a gyásza. Hát azon kívül az a két vezető ok, ez, amit az előbb mondtam, a testi szenvedéstől való félelem és a családtagokért való aggodalom, ez egy nagyon markáns eleme a halálfélelemnek, ritkán nem része. De hát egy nagy ismeretlennel van szembe az ember. Nem tudja, hogy hát valameddig lehet segíteni a haldokló, de nem tudom, mi az a valameddig, szóval, hogy az ő életének lesz vége. Mondjuk az is nyilván egy definíciós kérdés, hogy milyen a test, vagy a elme, vagy a nem tudom micsodának milyen funkciója, amikor megszűnik, mihez kötjük a halált. Ez nyilvánvalóan van mindenféle felfogásmód. De azért azt a részét mégis egyedül csinálja meg a haldokló, vagy történik meg vele, mert a többiek életben maradnak, a többiekre később kerül sor, szóval, hogy van egy határ, amin túl már nem lehet segíteni, és nem tudjuk. Különböző felfogásmódok vannak, vallásos és filozófiai felfogásmódok, vagy materialista felfogásmódok arról, hogy mi van azután. És mivel nem tudjuk biztosan, vagy sok ember nem tudja biztosan, ezért az is nagyon nehéz, hogy nem tudjuk, hogy van-e utána valami, és mi az. Van, aki attól fél, hogy nincs utána semmi, van, aki attól fél, hogy van utána valami. Azt hiszem, hogy azoknak van relatíve, nem mondom, hogy könnyebb, de kevésbé nehéz dolguk, akiknek van egy, nem azt hiszem, tudom, akinek van valamilyen koherens világnézete, akár vallásos, akár nem vallásos, akár, tehát valamilyen spirituális hittel átitatott, vagy spirituális hit nélküli, de koherens világszemlélete, mert az annak az embernek úgy nagyjából megvan, hogy ő szerintem mi van utána. Most nem az belőle, és sokan szokták kérdezni, hogy a vallásosság mennyire segít, vagy a hit mennyire segít, nyilván a hit jobban segít, mint a vallásosság, esetleg mély hit nélkül. A hit az egy lényeges dolog, de nem feltétlenül a hívő ember, Isten hívő ember az, akinek kevésbé nehéz az útja, mert aki tudván tudja, hogy nincs utána semmi, vagy úgy értem, hogy tudván tudni véli, mert hogy ennél nagyobb bizonyosság nincsen, hanem a test halálával megszűnik szerinte a lélek élete is, akkor az is egy relatív bizonyosság arról, hogy mi várja. És az is egy megnyugvás lehet. De hát, hogy annyi, a félelmek azért viszonylag egyéniek, mert hiszen az életek egyéniek, nem egyformák. Szóval, hogy tévedés azt hinni, hogy minden szülőnő biztos ugyanazokkal a problémákkal küzd. Hát nyilván vannak átfedések, hogy abban az időszakban, amikor valaki kisbabát szült, akkor milyen testi és lelki kérdések merülnek föl. De van egy csomó minden, ami teljesen individuális, mert arról szól, hogy ő milyen viszonyban van a testével, az anyasággal, a saját anyjához való viszonnyal, a párkapcsolatával, a vágyaival, hogy ő mennyire akarja oda szentelni magát az anyaságnak és a gyerekének, vagy mennyire akarna megint dolgozni, milyen személyiségű, hogyan tud kapcsolódni a kisbabához. Szóval nagyon sok a különbség. Ugyanígy van minden életszakaszban, szóval az egy illúzió, hogy az öreg ember meg a haldokló nem egyformák, egyáltalán individualitás van, és erre az individu. Tulajdonképpen a hospice ellátásnak, meg minden jó életvégi ellátásnak figyelembe kell vennie, akkor őrzi meg az emberi méltóságot, az ellátás, illetve az ellátók, az emberek ezen belül, hogyha erre az individualitásra tekintettel vannak, és a kapcsolatoknak az egyediségére. Tehát nem a személynek az, tehát hogy mondjam, ez nem egy nem azért mondom, mert ez egy individualista ellátás lenne. Nem egyéneket vesz figyelembe, hanem családokat, egymással összetartozó embereket, azoknak az érzelmeit, azoknak a lehetőségét egymásnak a praktikus és lelki segítségére. De inkább akkor mondok individualitás helyett egyediséget, hogy megismételhetetlen az a személy, aki meghal, és megismételhetetlenek azok is, akik segítik és gyászolják. És a kapcsolatok is megismételhetetlenül egyediek. Ezt kell figyelembe venni. A méltóság megszűnik ott, ahol nincsenek tekintettel egy embernek az érzéseire, vágyaira, igényeire, és ez akkor szűnik meg az evilági individualitás és egyediség. A halálon túliról nem tudok. Az akkor szűnik meg, mikor valaki meghal. Addig mindig minden számít. Ezt a mindig minden számít, ezt egy jó barátom, aki azóta szintén meghalt,
egy haldokló barátja mellett ült a valamelyik kórházban, és jött a nővér sebet kezelni, vagy nem tudom, és nagyon az élete végén volt már a haldokló barát, és az én barátom, aki mellette ült, megkérdezte a nővértől, hogy nem mindegy ez már, minek ez. És erre azt válaszolta a nővér, hogy mindig minden számít. Szerintem nagyon szép válasz. Ezért mondom, hogy az élőkről szól, az élőkről és az életről szól a hospice. Nagyon nehéz témáról beszélgettünk ma, és amit most mondtál, az azt gondolom, hogy ennél csodálatosabb, vagy felemelőbb végszó egy ilyen témával kapcsolatban nem is nagyon lehet. Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokak számára nyújthat, akár azért segítséget, mert éppen érintett, akár azért, mert előbb-utóbb mindannyian érintetté válunk benne. Szomorú témáról beszéltünk, ennek a szomorúságát nem lehet megszüntetni, viszont a felesleges szenvedést, a lelki szenvedést, konfliktusokat, testi szenvedést, azon sokat lehet enyhíteni, és sokkal elviselhetőbb mindez, hogyha csak azt kell elviselnünk, csak pusztán azt kell elviselnünk, ami megváltoztathatatlan, és nem nyugszunk bele abba, ami nem jó, de megváltoztatható. Ezért beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.